Na sziasztok, ez itt a Top Movies. A 10 kedvenc horror állarcomat szedtem össze, vagyis a 10 legjobb horror maszkot, amiket eddig filmben láttam. 10. Árvaház. Film alapvetően egy drámába bújtatott horror, legalább akkora szerepe van az érzelmeknek, mint magának az ijesztgetésnek. Egy spanyol filmről van szó, helyenként tényleg nagyon félelmetes, és ami most a lényeg az, hogy az egyik szereplő, nevezetesen Tomason, a szellemként visszatérő árva fiún, aki annyira eltorzult arccal ért, hogy egy maszkot kellett viselni egész életében, szóval visszatérésbe szokott akar állni, és hát szóval az ő fején valami egészen parásan, ilyen zsákszerű valami van. Hát ugye azt tudjuk, hogy a sötétben, ha egy kisgyerek áll, akit alig lehet látni, az sosem hoz semmi jót. 9. Sziklák vére. Maga a film nem éppen a legjobb darab, egy átlagos horror, viszont a véresebb fajtából, és szerintem a gyilkos maszkja egészen királyul parásra sikeredett. Talán az összetört emberi állkapos teszi, vagy a porcelánarc, vagy ez a baba kinézete a maszknak, vagy az, hogy felsejti az állarc az, hogy valami kusztustalan gyilkos van a maszk mögött, de igazából mindegy is mi teszi, a film félelem faktorát ez a lény, vagy izé, vagy mi adja. 8. Éjszaka szülöttei. Vannak a filmben szörnyszülöttek, eltorzult emberek, élő halottak, viszont a prímet az állarcos sorozatgyilkos viszi. A film maga nem egy nagy durranás, egyszer így meg lehet nézni, viszont a gombszemekkel ellátott maszkot viselő késes gyilkos ezért az szerintem elég király. Ez a zsák, gomb, cipzár kombó simán lehet a Halloween-i jelmeztárunk, jelmezötletünk egyik alapja, nem nehéz szerintem megcsinálni. 7. Smiley. Egy viszonylag alacsony költségvetésű film, maga az állarc, vagy arc, vagy ki tudja mi is ez, de sem bonyolult, mégis nagyon-nagyon hatásos. Egy összevart szemöldök, gödör, Jokert megszégyenítő, felvágott vigyorra húzódó száj, tényleg egy Smiley jelet formáló fejet kapunk így, csak hát sokkal véresebb verzióban, hatásos. 6. Fűrészfilmek. A fűrészfilmeket senkinek nem kell bemutatnom szerintem, mindenki találkozott már, biztos vagyok benne, legalább egy epizóddal. Konkrétan a disznó maszkra gondolok itt, ami miatt betettem a listába, amelyet ugye a gyilkos visel, illetve hát a gyilkos követői is aztán később. Hát maga a malac az ugye általában nem egy félelmetes lény, gondoljunk malackára a Mici Mackóból, viszont ez a sertésfej a fejen ilyen furcsa hajjal, elég para, plusz előrevetíti mindig a gyilkosságokat. A filmben amúgy feltűnik egy játékfigura, és az ő maszkját is megemlíteném, az is eléggé megjegyezhető és híres lett. 5. Hannibal filmnek. Hát az, hogy egy nyugodt középkorú úriembert kell visszatartani kényszerzubbonyal és szájmaszkkal, az szerintem már önmagában mindent elmond Hannibal Lecter őrülten okos pszichopata lényéről. Hát Hannibal egy kannibál, ezzel nem mondtam szerintem újat, embereket eszik, hát ugye ezért is van szükség a méltán elhíresült szájmaszkra. Bármikor képes lenne megkóstolni bárkit teljes nyugalommal. 4. Halloween. Mike Myers az egyik leghíresebb filmes sorozatgyilkos, klasszikus a film is és a hordott állarc is. Egy egyszerű viselet az övé, alig torz, nem is véres, még csak nem is olyan nagyon ijesztő, viszont mégis halálosan para. Valahogy olyan nyugalmat sugárzó arckifejezés ül az állarcon, és ilyen hófehérre mázolt arc benyomását kelt ilyen csapzott hajjal. Tényleg az a jó szó, hogy olyan nyugtalanító ez az állarc. 3. Texasi láncfűrészes. Valós események iklették a film alapját, igazából létezett egy ilyen sorozatgyilkos Amerikában, az áldozatai bőréből készített tárgyakat, egész házát ezzel rendezte be, ő iklette a texasi láncfűrészest, akinek a maszkja szerintem félelmetesebb, mint a kezébe lóbált gyilkos láncfűrész, pedig azért azt tudjuk, hogy az is elég halálos. Emberi bőrből összevart állarca valóban félelmetes, bőrpofa karakterét nem véletlenül szedik elő oly sokszor a filmesek. 2. Sikoly. A Ghostface Mask Munch Sikoly című festmény által ikletett, tökéletes pánikot képviseli. Eltorzult száj, tátongó szem, fekete-fehér kivitelezés, ez az az arc, amit nem akarsz nagyon látni az álmodba. A film maga nem annyira félelmetes, egyfajta ilyen horror zsáner paródia, viszont horrorba oltva, azért horror. Maga a maszk nagyon jól eltalált, nagyon jól megjegyezhető, nagyon jellegzetes, szerintem nagyon sokak által ismert, és egészen a horror akadváig félelmetes is volt, azért valljuk be. 1. Péntek 13. Jason gyilkos felszerelése is gondolom sokak által ismert.
Hát sok kreativitás nem igényelt a maszkmesterektől az állat elkészítése, egy egyszerű hokimaszkról van szó, azonban a film előtt ugye a hokimaszkról csak is a sport juthatott eszünkbe, manapság viszont már biztos vagyok benne, hogy azért sokaknak felvillan Jason képe az állarc láttán. Tény ugye nem mindegy, hogy a jégpályán egy hokiütővel a kezedbe hordod a maszkot, vagy egy erdőben tinédzsereket gyilkolva macsétával a kézben. Amilyen egyszerű, ez a maszk annyira megjegyezhető, és tényleg az egyik legjobban eltalált horror maszk. Hát ez volt szerintem a 10 legjobb horror állarc. Várom, hogy nektek mi a kedvencetek, melyik maszkot szeretitek a legjobban, szerintetek melyik a legfélelmetesebb, melyik a legmegjegyezhetőbb, legismertebb. Köszönöm, hogy engem végighallgattatok, hamarosan újra jelentkezek, addig is sziasztok!